mai napon idézés, tehát tanú kihallgatás nem volt tervezve. Két helyszínnel kapcsolatos helyszíni szemléről készült egyrészt videófelvételek megtekintésére kerül, másrészt Nacsicsi cselekvénye összefüggésben sajnos videófelvétel nem készült, fényképfelvételek. Azoknak a levetítése és ilyen módon a bizonyítás anyagának tétele történik meg. Becsapódás nyoma látszik. Ezt később a házat érintő szemle keretében részletesen megvizsgáljuk és külön jelöljük. Fehér 14, a nullaponttól 140, a járdavonaltól 5,05 század méterre lévő egy darab zöld színű 12/70-es sörét üvegt. Nekem annyi észrevétel van, a bíró, hogy ezen a felvételen láthatunk, hogy hova találták meg a sörét hüvelyeket, míg korábban megnézett felvételeken van, ahol ez elmaradt. Ezt most nem értettem. Hát, hogy itt tehát a felvételen láthatók a sörét hüvelyek, hogy hol találták meg, és a korábban megnézett ugyanilyen helyszín szemléken van, ahol ez elmaradt. Tehát ahol nincsenek a sörét hüvelyek rögzítve, hogy hol találták meg őket. Indítványoznám, hogy a bíróság a Nagycsécsi cselekménye kapcsolatban tanúként idézze meg egyes számú tanút. Én azért indítványoznám, hiszen itt láttuk, hogy a helyszíni szemle fotói alapján is nem három elkövető, hanem nem tudom mennyi bocsánatkérjét is nesik, tehát négy különféle személynek a lábnyomait rögzítik, illetve több autónak a keréknyomait rögzítik itt a szemle során. Arról tesz említést, hogy még a cselekmény előtt ő olyan eseményeket hall, hogy ahol ő lakik, ott megjelenik két fekete nagyméretű terepjáró. Az ő füle hallatára ezen személyek arról beszélnek, hogy Nagycsécsre mennének. Majd adott esetben roma származású személyek ellen valamilyen bűncselekményt elkövetni. Ezért indítványozom én ennek az egyes számotaknak a kihallgatását.